Javában tart a KGFB kampány, 15%-kal emelkednek a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díjak, azok válthatnak az idei évben, akiknek január 1-én van a szerződéses fordulónapja. Az idei évvégi KGFB kampány az első, amelyben az autósoknak már kevesebb, mint a fele érintett. Mintegy 2 millió üzemben tartó válthatna az év végén, közülük várhatóan 180 ezeren mennek át új biztosítóhoz, összesen pedig 250 000-an váltanak. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége szerint. Azok válthatnak az idei évben kötelező biztosítást, akiknek január 1-én van a szerződéses fordulónapja. A biztosítások díja várhatóan 10-20%-kal emelkedik azoknak az autósoknak, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek szerződést. Egyébként a piaci szereplők figyelme most már inkább az évközben váltókra koncentrálódik. A NetRisk számításai szerint jövőre sem áll le a KGFB díjak emelkedése, az éves átlagdíj a személyautók esetében akár 35 000 forint körüli szintre nőhet. A biztosítóváltások 80%-át az alkuszokon keresztül rendezik az ügyfelek, ennek az az oka, hogy a kalkulátorok összehasonlíthatóvá teszik az ajánlatokat, illetve az alkuszok árgaranciát vállalnak a honlapjukon megjelenő díjakra. A szakértővel folytatjuk itt a stúdióban, Gyeskó Antal Viktória a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindenkinek a legfontosabb információ, ami most a kötelező váltásnál megmarad az emlékezetébe, hogyha hall róla vagy olvas róla, az, hogy drágultak a kötelezők, ez mennyire igaz, illetve milyen százalékot lehet megállapítani? Igen, ez tendencia volt a 2015-ös évben végig, hogy folyamatosan emelkedtek a biztosítási díjak, és ez elérte az átkötési időszakot is. Tehát azt lehet mondani, hogy a január 1-es szerződéseknél egy ilyen 15%-os átlagemelkedés tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy így az ügyfeleknek a nagy százalékának nem éri meg a biztosítóváltás, hiszen a biztosítók olyan indexdíjat adnak nekik január 1-től, ha maradnak, hogy sokkal kedvezőbb lesz, mint hogyha bármely más biztosítónak az átkötési díját választanák. Akkor mennyien fognak váltani? Ugye voltak itt számok az előző kis bejátszásban, prognózisok, mi látszik már most? Nem igazán beszélhetünk átkötési kampányról, mi azt tapasztaljuk, tehát ügyfélszolgálati irodánkban lényegesen kevesebb az ügyfélforgalom, mint amennyi eddig volt, illetve az ügyfelek most már 1000-1500 forintért sem biztos, hogy belemennek a váltásba. Gondolván itt ugye a bónusz-maluszból eredendő procedúrák elkerülése miatt, hiszen ebből is rengeteg konfliktus adódott a tavalyi évben, hiszen ugye egy új központi nyilvántartó rendszerben rögzítik a biztosítók ezeket az adatokat, és itt nem mindig sikerül a pontos adatátadás. Ebből kifolyólag rengeteg probléma szokott adódni. Nem vezetődnek át a bónuszok, A0-ba visszasorolják az ügyfeleket, be kell fizetni a bónusz és az A0 közötti díj különbözetet, és ezeknek a függvényében az ügyfelek úgy döntenek, hogy inkább mégsem, tehát maradnak a meglévő biztosnál. Akkor nincs is kampány tulajdonképpen, nem úgy, mint korábban, amikor a biztosítók egymás alá mentek az ajánlataikkal szinte. Így van, tehát lényegesen megcsappant egyébként mind az ügyfélforgalom, mind pedig a váltók száma. Ez annak is betudható egyébként, hogy ugye a kár arány nem volt megfelelő a díjazással. Tehát erre a biztosítótársaságok is rájöttek, hogy a 10 000 forint alatti biztosítási díjak azért nem fedezik azokat a károkat, amelyeket ugye az ügyfelek okoznak, és elég nagy mértékű volt az idei évi károkozás is. Ezért azzal is magyarázzák azt a tényt, hogy körülbelül 15, de akár 20 biztosítóra is jellemző az, hogy évközben többször módosít és tarifát emel, vagy emelhet. Mi erre a szabály? Többször hirdethet díjat a biztosító. Ahogy ő díjat hirdet, utána 60 nappal lép életbe az a díj. Ez nagyon-nagyon változó egyébként az éven belül, hogy ki mennyire emeli meg ezt a díjat, de azt tapasztalható, igen, hogy tehát átlagdíjak most már inkább 20 000 felé tendálnak, mint a régi 10 000 forint alatti díjak. Tehát ezekről már nem beszélhetünk. Ugye arról is szó volt, vagy azzal is magyarázzák ezt a tényt, hogy az Európai Unióban korábban Magyarországon voltak a legalacsonyabbak a díjak, és hát a tapasztalatok azt mutatták, hogy a biztosítók egyre jobban képesek lesznek erre a bizonyos, amit már említett, kár és díj egyensúly fenntartására vagy beállítására. Ez miért lényeges a biztosítók számára? Hát fontos, hogy ez a mérleg azért ne boruljon föl.
nagyon sok a károkozás, és ugye egy-egy kárkifizetésnél több százezres lehet a tétel, ugye, amit a biztosítótársaság az ügyfél helyett kifizet. Van erre valami számadat, hogy mondjuk tavaly előtt... Konkrét számadatot ilyen nem tudok említeni, viszont az látszik, hogy a károkozói pótdíjak, amivel sújtják az ügyfeleket, azok akár 150-200%-osak is lehetnek. Tehát megkérdezik, hogy melyik évben hányszor okozott az ügyfél kárt, és bizony nagyon keményen pótdíjazzák ezeket az ügyfeleket. És itt ugye az a cél, hogy folyamatosan ugye a díjak emelkedjenek, hiszen a károldalt egyensúlyba kell hozni. Kik válthatnak most egészen a hónap végéig, kik mondhatják fel a szerződéseiket, és köthetnek újat az év végéig? Nagyon fontos, hogy csak a január 1-es biztosítási évfordulóval rendelkező ügyfelek válthatnak most. Ez azt jelenti, hogy december 1-ig van idejük a biztosítási szerződés felmondására, és december 31-ig köthetik meg az újat. Ez nagyon fontos, ez a két dátum, hiszen a felmondásnak be kell érnie a biztosítóhoz. Ez beérkezhet ugye postai úton, értelemszerűen akkor azt jóval december 1-e előtt kell megtenni, vagy faxon. Erről nagyon fontos, hogy mindig visszaigazoló érkezzen az ügyfélnek, illetve bevihetik személyesen az ügyfélszolgálatokhoz, a biztosítótársaságok ügyfélszolgálati irodájukban. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy lehetnek új belépők is azok, akik korábban az Astra biztosítónál voltak. Ugye tudja mindenki, hogy az Astra biztosító csődöt mondott, a magyarországi fióktelepek is tönkrementek, és hát az ügyfelek nagy része már akkor váltott, vagy keresett biztosítót, de mennyien lehetnek még szabadon a piackeresésben? Még sokan vannak, tehát körülbelül a fele váltott az asztrásoknak, amikor ugye elindult a csődeljárás, de még mindig körülbelül 15 ezer azoknak a száma, akik január 1-ben fognak váltani, vagy kellene váltaniuk. Úgyhogy itt még elméletileg nekik gondolkozniuk kell azon, hogy milyen társaságot fognak választani, hiszen célszerű már nem annál maradni, akinek nincsen. Még egy biztosítóról beszéljünk egy fél mondatot, ez nagyon fontos, hiszen hogyha hallják az ügyfelek, tudniuk kell, hogy miért nem köthetnek a Köbénél. Így van. Tehát az MNB vizsgálatot folytatott a Köbe biztosítónál, és a GFB értékesítését határozatlan időre felfüggesztették. Ez semmilyen következményekkel nem jár a meglévő ügyfeleknél. Nagyon fontos, hogy minden ugyanabban a szisztémában zajlik, ahogy eddig. Ugyanolyan a kiszolgálás, a kárrendezés, az adminisztrációs háttér. Itt most egy bizonyos probléma feloldását kell megtenniük az MNB felé. Köszönjük szépen az információkat. Köszönöm szépen.